vigyázó tekinteted mindig rajtunk van, hogy segítő jobbod, mindig velünk van, és karjaidba gyűjtesz minket, és átölelsz minket, mert szereted a te drága gyermekeidet. Uram, köszönjük neked, hozzád száll minden dicséretünk és hálaadásunk. Felemelve a szívünket, áldunk és magasztalunk életünk minden napján. Te vagy, Uram, aki a megtört szíveket összeilleszted. Te vagy, Uram, aki a szomorúság helyett örömet adsz, a bánat helyett végságot adsz, Atyám. Te vagy, aki letörlöd a könnyeket az arcokról, és bátorítasz, buzdítasz minket, és azt mondod nekünk, hogy ne félj édében, ne félj, mert én veled vagyok. Én ott vagyok a szívedben, és bármerre mész, én ott vagyok veled, el nem hagylak téged. Hálát és dicsőséget adok neked, áldott legyen a te neved, örökkedő. Amen. Az Úr Jézus Krisztus szeretetével köszöntelek mindenkit. Benneteket ma azért jöttünk össze, hogy az Úr Jézushoz miért olyan megemlékezzünk, ami mennyei Atyánk szeretetéről és a mi Úrunk Jézus Krisztus születéséről. Azt mondja a Szentírás a János Evangélium 3. fejezet 16. igéjében. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne veszed, hanem örökké élete legyen. Ami mennyei Atyám szeretete nyilvánult meg a Földön, azon az éjszakán, amikor a mi Úrunk Jézus Krisztus megszületett. Testvéreim, a Földre jött a szeretet. Miért? Mert Isten maga a szeretet. Egy új parancsolatot kaptunk az Úrtól, amikor itt járt a Földön. János Evangélium 13-as fejezet, 34-es, 35-ös ige. Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek, amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismer meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. Ezek maga az Úr Jézus szavai, csak annyit kér tőlünk az Úr, hogy szeressük egymást, úgy, ahogy ő szeretett és szeret minket. Testvéreim, ha megismerjük Isten és az ő akaratát, akkor könnyen meg tudjuk tenni, hogy szeretetben járunk, és szeretjük a mi Atyánk fiát. Azt mondja a Szentírás a Máté Evangélium 22-es fejezetében, a 37-es, 38-os igéjében, mondjuk, nézzük meg. Jézus pedig mondta néki, szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első nagy parancsolat, a második pedig hasonlatos ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. Testvéreim, ezek az igék nem kérések, ezek parancsolatok, hogy szeressük az Urat és egymást. Azért kéri tőlünk a mindenható Isten, hogy töltsük be az ő parancsolatát, mert csak akkor tud megáldani bennünket. Mert ő maga a szeretet. Isten szeretete olyan, mint a napsugarai. A nap egyformán süt mindenkire, egyforma a fénye, egyforma a melege. Rajtunk múlik, hogy mit kezdünk a nappal. Hogyan viselkedünk a napfénnyel? Van, aki azt mondja, de boldog vagyok, végre kisütött a nap, örvendezik, élvezik,
és még hasznára is fordítja a napot. Ezek az emberek felismerik, hogy a nap öröm, a napad meleget, a napad fényt. Aki nem ismeri fel, azt mondja, bezárom az ablakot, mert beteg leszek, vagy ez a nap égeti a növényeket, és sok lesz a vízszárla. Kétféleképpen is fogadhatjuk a nap melegét és a nap fényét. Ugyanezt tesszük Isten szeretetében is. Ő maga a szeretet. Árad, válogatás nélkül árad, mert nem tud más lenni, mert ő maga a szeretet. Ez a szeretet áramlik, ez a szeretet jön, rajtunk múlik, hogy felé fordítjuk az arcunkat, és befogadjuk őt az életünkbe, megismerjük őt, hogy ez a szeretet beépüljön a szívünkbe, és kiáradjon mások felé. Vagy bezárkózunk, megtagadjuk, félünk tőle, ellenségünknek tekintjük, és hitetlenségben élünk tovább. Testvérem, amikor az Úr Jézus leszületett a földre, a mennyei Atya megmutatta az ő szeretetét, és az ő végtelen jóságát, és megtudjuk, ő az, aki minden bajunkból ki tud menteni bennünket, amikor minden földi dolog csődöt mondott, akkor is van valaki, aki szeretett, akiben szeretet van, akiben jóság van, ami soha el nem múlik. Testvéreim, azt mondja Isten igéje, mert nem azért küldte az Isten az ő fiát a világra, hogy károsztassa a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ által. A Lukács evangélium 9. fejezet 56-os igéjében, mert az embernek fia nem azért jött, hogy elveszítse az emberek életét, hanem hogy megmentse. A János evangélium 10. fejezet 10. igéje azt mondja, a tolvaj pedig nem egyébért jön, hanem hogy lopjon és üljön, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Tehát azért jött Jézus a földre, hogy életünk legyen, hogy bővölködjünk, és lerontsa az ördög munkáit, dicsőség legyen érte az Úrnak. Testvéreim, amikor úgy érzed, hogy egyedül maradtál, és nem számíthatsz senkire, akkor tudd meg, hogy az Úr Jézusra mindenkor számíthatsz. Neki mindent elmondhatsz, ő mindenben segít neked, ő sohasem vagy egyedül, mert ő minden pillanatban veled van, mert szeret téged, mert ő maga a szeretet, ami soha, de soha nem múlik el. Megemlékezünk Máriáról is, a mi Urunk Jézus Krisztus anyjáról. Mária csak jegyese volt Józsefnek, amikor Jézus megfogant Isten szellemétől. Mária engedelmes volt Istennek, később pedig Jézus követője lett. Hiszen Mária pontosan úgy tett, ahogy Jézus meghagyta, ő is a felsőházba ment Pünkösd napján, hogy betöltekezzen a Szent Szellemmel. Mária engedelmessége és hite példaképünk az életünkben. Mi is követjük Jézust, követjük azokat a dolgokat, amit Jézus mondott nekünk. Talán kívülről boldognak látszó testvérem, talán az ünnep alkalmával úgy szórod szét a mosolyodat és a jó kívánságaidat, mint mindenki más. De belül fájdalmat érzel, csalódott vagy. Talán úgy érzed, nem tudsz tovább menni, és rettegsz a következő évtől. Ha ez így van, szeretném, ha tudnál valamit. Mindez egy szempillantásra megváltozhat. Ma újra kezdheted az életedet, és ezt a napot az életed legörömteli napjává teheted. Hányszor mondtad ezt magadnak, ha újra kezdhetném? Minden, de mindent másképp csinálnék. Nem kell, hogy ez egy hiú ábrád legyen csupán. Jézus Krisztus lehetővé tette neked. Ez az ő karácsonyi ajándéka számodra. Megfizette az árat minden bűnödét. Kifizette a büntetést minden hibádért. Ezért jött a földre. Ezért született meg, hogy te újra kezdhess, és újjá születhess. János evangélium 3-as fejezet, 3-as ige, 5-ös és a 7-es. János 3-as. Bizony-bizony mondom néked, ha valaki újonnan nem születik,
nem láthatja meg az Isten országát. Az ötös és a hetes. Felele Jézus, bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és szellemtől, nem mehet be az Isten országába. Ne csodáld, hogy azt mondom, szükség néktek újonnan születnetek. Amen. Hogyan születhetünk újjá? Erre is választ kapunk a Máté Evangélium 10. fejezet 32. igényében. Tehát Jézus azt mondta, hogy szükség néktek újjá születnetek. De választ kapunk erre is, hogy hogyan? Máté 10. fejezet 32. igény. Valaki azért vallást tesz én rólam az emberek előtt, én is vallást teszek az én mennyei atyám előtt. Tehát felolvasom nektek még egyszer. Valaki azért vallást tesz én rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei atyám előtt. Ezt mondja az Úr, ez az ő szavai. Valaki azért vallást tesz én rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei atyám előtt. Róma levél 10. fejezet 9. ige. Róma 10:9. Mert ha te a száddal vállást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, üdvözlősz. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. Amen. Most ezt fogjuk tenni, vallást fogunk tenni az Úr Jézusról, elfogadjuk őt Urunknak és megváltónknak, befogadjuk a szeretetet Jézust a szívünkben, ima formájában. Álljunk fel, és tegyük, amit az Úr mondott. Hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Hiszem, hogy meghalt az én bűneimért. A Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból. Az én üdvösségemért. Kérlek, Jézus, legyél az én életem, Ura. Kérlek, Jézus, legyél az én megváltom. Kérlek, Jézus, legyél az én gyógyítom. Én hiszem a szívemmel, és megvallom a számmal, hogy Jézus az én Uram, Jézus az én megváltom, Jézus az én gyógyítom. Köszönöm, Úr Jézus, az örök életemet. Köszönöm, Úr Jézus, az örök életemet. Amen. Amen. Drága mennyei atyám, köszönjük, hogy a te drága fiad, Jézus Krisztus az élő kenyér, amely a mennyből alászállott, és ha valaki eszik-e kenyérből, örök élete lesz. Köszönjük, atyám, hogy megáldottad a kenyeret, köszönjük az örök életünket. Amen. Józsi bácsi, felolvasom még nektek, hogy mit mondott az Úr.
testvérek. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak hálát, halálát hirdessétek, amíg eljön. Azért, aki méltatlanul eszi a kenyeret, vagy issza az Úrnak pohárát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy egyék abból a pohárból. Drága testvérem, hogy az Úrhoz méltóan és tisztán állhassunk meg az Úr előtt, és ő teste és vére tisztán vegyük magunkhoz, először vizsgáljuk meg magunkat, és kérjük bocsánatot az Úrtól. Gondold át a szívedben, hogy mi van a szívedben, milyen keserűség, milyen harag, és kérlek, dobd azt a hátad mögé, mert az Úr csak akkor tud téged megáldani, ha a szíved tiszta és megbocsátó. Drága mennyei Atyám, az Úr Jézus Szent Fiat nevében élünk elég, Istenem. Vétkeztünk szóval, tettel és gondolattal, Atyám, kérünk téged, Istenem, hogy bocsáss meg nekünk, és tisztíts meg minket minden hamisságtól, a Jézus nevében, a Jézus nevében. Én vegyétek magatokhoz most már a kenyeret. Megszenteljük a bort. Drága mennyei Atyám, megköszönjük, hogy a Te fiadnak, Jézusnak vére, amely kiontatott érettünk, eltörölte bűneinket az ő kegyelmének gazdagsága szerint. Atyám, hálás szívvel ülünk elé, köszönjük, hogy megszabadítottál a sötétség hatalmából, és által vittél a Te szerelmes fiadnak országába. Köszönjük, hogy feltámasztottad őt a halálból, és tetted őt mindeneknek fölötte, és az ő az Úr mennyei Atyám, vesszük a poharat Jézusra emlékezve, Uram, hálás szívül tesszük ezt, ahogy meghagytad. Amen. Egy perc néma csenddel emlékeznénk a szeretteink emlékeinkre. A keresztény testvéreink előtt, az emlékeik előtt, akik már nem lehetnek közöttük, és persze szeretteink, akik ebben a gyönyörű ünnepen nem lehetnek velünk. Megtiszteljük őket azzal, hogy szeretettel emlékezünk rájuk. És hiszük, hogy megvigasztal az Úr, hiszen tudjuk, hogy ők az Úrnál vannak egy gyönyörű helyen, egy csodálatos helyen, amit most el is énekelünk nektek. Bánhat már ugye világ, ott nem vádolnak
Thank you.
hogy az Úr megáldja minden lépését. Az igazat mindig fölemelni tudjátok, mindig, és hiszük, hogy átmentünk ezeken a dolgokon, és ezután már csak boldogság és győzelem, és hála és dicsőség legyen neki. Amen. Érdeke, hol vagy, drágaságom? Ezt mondták, gyere, ne bújjál el! Köszönjük a kedvességedet, a gyulázomnak benneteket, és szóljon a fáról. Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket, már hanyadik alkalommal, de remélem, hogy még nagyon sokszor. Ugyanebbe a körbe, bocsánat, elnézést, a telefonomat nem kapcsoltam ki, ugyanis azért nem tudtam ennek a szívélyes meghívásnak időben megtenni, mert éppen testületülésünk volt, ami halaszthatatlan dolgok voltak itt a település életében, és hát azon részt kellett venni, úgyhogy hát igazából most itt a két véglet. Az egyik a testületülés, amikor, hát, hogy is mondjam csak, az embernek a lelke egy kicsit háborog, a másik pedig az itt önök között, amikor az embernek a lelke mögvékül, egy kicsit lecsillapszik és kicsit lenyugszik. Na most, hát látják, nem kis darab vagyok, úgyhogy remélem, hogy a lelkem se kicsi, hanem jó nagy, és most ahhoz, hogy ennek a jó nagy léleknek bököljön nyugodni, azt gondolom, hogy egy kis időre van most szükség. Úgyhogy nézzék el nekem, hogyha most igazából nem találom a pont és a pont idejűlő szavakat. Még egyszer én nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek önök között. Én mindig örömmel jövök el, hiszen településvezetőként tudja az ember, hogy mikor hívják szívesen, mikor hívják szívből, mikor hívják szeretettel, és mikor hívják meg csak úgy, mint a titulusát, hogy na, jó van, hívjuk meg a polgármestert is, mert úgy illik. Én azt gondolom, hogy Magdika nem ezek közé az emberek közé tartozik, hanem azok közé az emberek közé, aki összekovácsolja, összetartja az ő kis csapatát, az ő kis társaságát, és ahogy elnézem, talán tavaly is ennyien, vagy most lehet, hogy még többen vannak, mint tavaly. Ha többen vannak, akkor ennek örülök, ha pedig nem így van, akkor nézzék el, mert egy évet öregedett a szemem, és talán nem jól látok. De hál' Istennek úgy gondolom, hogy többen vannak. Az, hogy valaki egy társaságba jár, valaki tartozik valahova, az azt gondolom, hogy mindig végig kísér az embernek az életét, hiszen amikor megszületünk, tartozunk édesanyánkhoz, édesapánkhoz, mikor fölnövünk, tartozunk az óvodába, a kispajtársakhoz, majd az iskolában, utána megtaláljuk embertársunkat, férjünket, feleségünket, és most pedig itt ugye nagyon vegyes a társaság, ha mondhatom azt, vannak itt önök között fiatalok, és még fiatalabbak, ugye a lelkükben, és én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos tartozni valahova is, fontos tartozni valakihez. A másik pedig, ami nagyon fontos, az, hogy higgyünk. Higgyünk abba, amit csinálunk, az jó, és az tiszta és tisztességes. Hogyha valaki ebbe hisz, azt gondolom, hogy az csodákra képes, mint ahogy önök is látják, ami nagyon nagy, az egyik legnagyobb büszkeségem az, hogy Bakson sikerült 3 év alatt templomot fölépíteni. Dr. Kisvigor László, Szeged Családi Egyházmegye püspök segítségével. Én azt gondolom, hogy ez csoda, ami jó pár évtizedig Bakson nem volt megvalósulva, de aki ehhez a csapathoz tartozott, aki ezt a hitet erősítette, az hit benne, hogy ez sikerülni fog, és lám sikerül, hiszen a hitnek nagyon nagy ereje van. Ugyanis miről szól a dolog? Tehát az, hogy hit, szeretet, béke. Én azt gondolom, hogy ez mind olyan dolog, ami megfoghatatlan, de mégis a legnagyobb erőt adja nekünk. A legnagyobb erőt adja a mindennapokat átvészelni, a legnagyobb erőt adja eljutni egy bizonyos cél felé, egy bizonyos célhoz. Az a hit, amiben önök is hisznek,
az azt gondolom, hogy ez egy borzasztó jó dolog, legyen az Krisztus szeretet egyház, legyen az hindu, legyen az zsidó, vagy legyen az bármilyen vallási felekezet, azt gondolom, hogy először is tisztelnünk kell a másik embert, tisztelnünk kell a másik ember hitét, el tudjuk fogadni, hogy ő miben hisz, és akkor tudunk mi is úgy gondolom tiszta szívvel fordulni a másik ember felé, és nyitni, ami nagyon fontos. Tehát a mai világban én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy egyrészt, hogy higgyünk magunkba, higgyünk abba, hogy amit cselekszünk, és csinálunk, és teszünk, az jó, mert hogyha ez a kettő párosul, mondjuk egy harmadik, negyedik dologgal, ami előrébb viheti az emberiséget, és előrébb viheti a mi fejlődésünket, a mi személyes fejlődésünket, mert úgy, ahogy önök is, én is borzasztó sokat változok évről évre, hiszen nagyon sok olyan hatás ér, ami miatt változik az ember, de van, aki azt el tudja mondani, hogy lépcsőről lépcsőre egyet mindig fölfele lép, és remélem, hogy mi azok közé tartozunk, akik itt vagyunk ebben a teremben, mert sajnos vannak olyan emberek is, hogy elindulnak egy lépcsőről, csak nem fölfele, hanem lefele. Itt az utóbbi időben én is templomba járó lettem, és egyre többet forgatom a Bibliát. Halleluja. És azért is jövök el önök közé ide, mert hiszem, hogy van Teremtő, hiszem, hogy van Jóisten, hiszem, hogy megvan írva mindannyiunknak az az út, amit végig kell járni, kinek rögösebb, kinek nem rögösebb, ki keresi az akadályokat, ki azt szokták mondani, hogy neki megy a falnak, mint a kos, ki viszont keresi az utat, mint a víz, mert tudjuk, hogy a vízfolyás mindig a legkisebb ellenállásban megy. Hát én úgy tartom magam, hogy én nem ezek közé az emberek közé tartozom, én nem a vízfolyását követem, én néha bizony nagyon nagy ellenállásba ütközöm, mint ahogy itt az utóbbi napokban példa volt, de most nem azért vagyunk itt, hanem azért, hogy hálát adjunk a Jóistennek és hálát adjunk az Úrnak, és azért, hogy a karácsony eljövetelét méltóképpen tudjuk ünnepelni, úgyhogy most advent időszaka van, ugye miről szól az egész, arról szól, hogy várakozunk, vágyakozunk valamire, mindig vágyakozunk. Vágyakozunk arra, hogy békében, szeretetben, boldogságban éljünk, és az a három szó, ez azt gondolom, hogy összefügg, és hogy az utolsó gyertya, az adventi koszorú, az nem más, mint a remény. Szokták mondani, hogy a remény hal meg utoljára. Én azt gondolom, hogy a remény az soha nem hal meg, a remény az mindig él, de ez csak úgy tud élni, hogyha tápláljuk önmagunkba a reményt, és hisszük azt, hogy ez a remény az örökké élni fog. Kívánom önöknek, hogy találják meg a boldogságukat a Szentestén, tisztítsák meg lelküket, csöndesedjenek le egy kicsit, hogy méltóképpen tudják fogadni Jézus születésének ünnepét. Aki egymaga ünnepel, az keressen olyan csoportot, olyan társat, akivel együtt tud ünnepelni, aki pedig a családjával ünnepel, azt gondolom, hogy ez a legnagyobb csoda, hogy a családdal együtt lehet ünnepelni ezen a szent estén, és kívánok önöknek békét, boldogságot, szeretetet, és nagyon jó egészséget az elkövetkezendő évben. Köszönöm, hogy itt lehetett. Oh,
Az Úr asztala megtelítve, halleluja, halleluja. Fú, ennyi kaját,